Ismét benépesülhet a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája. Tavaly több százan látogattak el a felsőoktatási intézmény karriernapjára. Az idei 14. állásbőrzét a várossal és a munkaügyi hivatallal közösen szervezik, és az általánosnak mondható elemeken kívül, úgy mint az önéletrajzírási tanácsadás és az állásközvetítés, új elemekkel is készülnek. Ilyen lesz a LinkedIn közösségi portálról szóló előadás, melynek keretében abban segítenek, hogyan építsük fel a profilunkat ezen a munkakeresésre is használható oldalon. Egy másik újdonság pedig egy turisztikai témájú kerekasztal beszélgetés lesz. Miért is ezt választottuk? Két okból. Nagyon jól tudjuk, hogy Nyíregyháza és térség, és természetesen a megye is turisztikai vonzerő, számos turisztikai vonzerővel rendelkezik, és a Nyíregyházi Egyetem pedig turizmus vendéglátás szakon, felsőoktatási szakképzés és alapszakon is képez hallgatókat. Mi tudunk a munkaerőpiacon jelen lenni ezzel a képzéssel, tudunk adni ilyen szakembereket ehhez az ágazathoz is. A kerekasztal beszélgetés résztvevője Krivács András, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke, Furkoni Szabó Marianna a TDM irodából ügyvezetője, és nagyon fontos most számunkra Fekete Gyula úr, aki az új Hungest Hotel Sóstó igazgatója. Lesz egy olyan előadás, ami arról fog szólni, hogyan tervezzük meg időben nyugdíjas éveinket. Emellett egy talk show jellegű beszélgetésre is várják az érdeklődőket az egyetem sportképzéseihez kapcsolódva, bevonva az ilyen szakokon tanuló legsikeresebb hallgatókat. Nagyon büszkék vagyunk a sport, különböző testneveléses sporttal kapcsolatos szakokon tanuló hallgatóinkra, mert amellett, hogy teljesítik a tanulmányi kötelezettséget a Nyíregyházi Egyetemen, nagyon neves sportolók ők, és nagyon nagymértékben hozzájárulnak Nyíregyháza, a város és a térség nevének a népszerűsítéséhez is. A teljesség igénye nélkül Helebrant Máté, Ivette az úszó hölgy, akik mind a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, ugye Szikszai Robi, akiket megpróbálunk megnyerni ugye ennek a talk show-nak. Természetesen oktató kollégáink is jelen lesznek, hogy megpróbáljuk őket is, hogy jelen legyenek. A keddi egésznapos rendezvény majd egy Medibol bemutatóval zárul. A szervezők és a több mint 20 kiállító elsősorban az egyetemi hallgatók részvételére számítanak, de minden más érdeklődőt is várnak.